zöldséges bablevest fogok főzni, amely egy igazi hétköznapi étel, remekül kiegészíti a vegyes táplálkozást, hiszen van benne bab, ami tápláló és egészséges, van benne mindenféle friss idényzöldség, sárgarépa, fehérrépa, de gyakorlatilag bármilyen friss zöldséget bele lehet tenni. Én ezt a leves most friss, fejtett babból készítem. A zöldséges bableves hozzávalói, friss fejtett bab, száraz babból is el lehet készíteni, de akkor előző nap este jó, hogyha beáztatjuk, mert akkor nagyon nehezen föl meg. Körülbelül egy 25 deka bab, bőven elég 4 személyre. 2-3 sárgarépa felkarikázva, 1-2 zöldség felkarikázva, egy közepes fej vörös hagyma egészben, pár gerezd fokhagyma szintén egészben, amit ugye a végén majd kiveszünk belőle a tálalásnál. Egy csöves piros paprikát is rakhatunk bele, de hogyha nyáron készítjük, akkor paradicsomot, paprikát is lehet apróra vágva belerakni, mert sokkal finomabb ízt, gazdagabb ízt ad a levesnek. A rántáshoz, mikor már majdnem kész van a bablevesünk, akkor egy gyenge rántást készítünk hozzá, kell hozzá egy kis zsír, egy kis liszt, piros paprika, és a csipetkéhez, amit pedig belefőzünk levesbetétnek, kell hozzá egy tojás, egy kis liszt, egy kis só. Só természetesen kell a levesbe is. Először is berakjuk a friss babot, majd utána berakjuk a zöldségeket, a hagymát, a fokhagymát és a csöves paprikát. Én most ehhez 4 gereszt fokhagymát használok, és egy kisebb csöves paprikát. Ezek után felöntjük vízzel. Körülbelül egy 2 liternyivel. Rakunk hozzá egy kis sót. Ha kell, akkor a vége felé utána tudunk ízesíteni, és hagyjuk, míg ez szépen felforr. Elkészítjük a zöldséges bablevesen a rántást. Először is egy kis zsírt rakunk a lábosba, majd körülbelül 3 evőkanál lisztet. Bőven elég a csapott evőkanál, hiszen nem kell, hogy olyan vastag rántásunk legyen. Vigyázzunk, hogy oda ne égjen. És ügyelünk arra is, hogy ne legyen csomós a rántás. Amikor már ilyen szép aranybarnára pirul, berakjuk a piros paprikát, és azonnal fölöntjük vízzel. Szépen besűrűsödik, és önthetjük bele a bablevesünkbe. Amikor már megpuhultak a zöldségeink, szépen berántjuk a zöldséges bablevest. Megvárjuk, amíg szépen összeforr a rántás és a leves, addig elkészítjük a csipetkét, és összevágjuk apróra a zöldségzöldjét. Elkészítjük a csipetkét. A csipetke hozzávalói 6 pupozott evőkanál liszt, 1 egész tojás, 1 csipet só, és esetleg 1 kis víz, ha nagyon kemény lenne a tésztánk.